Meglepte a brüsszeli újságírókat Orbán Viktor. A miniszterelnök évek óta nem tartott sajtótájékoztatót uniós csúcson, most viszont lesétált a riporterek közé. Azt mondta, áthidalhatatlanok a különbségek a költségvetés ügyében. Én szerintem nincs lehetőség arra, hogy a két álláspont között kompromisszum legyen, és ha nincs megegyezés arról, hogy mennyi lesz a költségvetés befizetési oldala, tehát hogy mennyi pénzről vitatkozunk, akkor nem tudunk arról sem beszélni, hogy hogy osszuk szét. Tehát ebben a pillanatban nagyon messze vagyunk a megállapodástól, két távoli álláspont van, és majd valamikor a jövőben folytatni fogjuk a megbeszéléseket. Most még lesz egy kétségbeesett kísérlete a tanács elnökének, hogy megpróbálja létrehozni valami megegyezést, de az 1 és az 1,3 között akkora a távolság, hogy azt nem lehet áthidalni, tehát ma megállapodás nem lesz. Ez a magyar értékelés a helyzetről. És jogállamiságról szó van az még, most még csak arról beszélünk, hogy mennyit, ki mennyit fizet be az európai közönségnek, mondom, hogy mindenki azt hiszi, hogy valami óriási dologról tárgyunk, de gondolják el, hogy arról beszélünk, hogy a teljes nemzeti össztermék 1%-át fizessük be, vagy 1+0,3%-ot. Tehát ha valóban akarunk valamit csinálni Európában, határvédelem, digitalizáció, iparpolitika, mezőgazdaság, kohézió, infrastruktúra fejlesztés, akkor nem állhatunk meg egynél, akkor vállalni kell, hogy 0,3%-kal, tehát 100 forintból 30 fillérrel többet kell mindenkinek befizetni. Szóval itt tölti a hétvégét egyébként? Hogy tervez? Diplomát adójam a lányomnak, szeretnék hazajutni, de nem biztos, hogy sikerül szombaton. Na és most el kell mennem, mert tárgyalni. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr. Megyek.